A PET-kupa kiváló példája a körforgásos gazdaságra való áttérésnek, hiszen az összegyűjtött hulladékokból készülnek a hajók, amelyekkel a Tiszán és mellékfolyóin keletkező hulladékot szedik össze. Az idei az a 11. főfutamunk, 2013-ban indult az első kupánk, ami Tivadar és Cigányt között volt több mint 100 km/h. Az idei szakasz Kiskörénről Szolnokig, a Kötivízi két főbázisa között zajlik, majd ez egy nagyjából 70 km-es szakasz, és ezt most hétfőtől szombatig tisztítják meg a résztvevők. Összességében 240 ember fog, mint résztvevő, megfordulni a kupán. Idén átlagosan 160 ember lesz egyszerre vízen, és ez a 160 ember az, aki 10 hajóegységgel, 50 kenuval, 5 motoros hajóval kisegítve fogja tisztítani ezt a szakaszt. Ez egy kettős érzés mindig, hogy mennyi szemetet szedünk, hiszen egyik oldalról azt szeretnénk, hogyha minél kevesebb szemetet tudnánk összeszedni, hiszen akkor látszódna az, hogy az előző 10 évben, illetve itt a kiskörei duzzasztónál milyen nagy munka az, ami hát végbe megy minden évben, és milyen hatalmas mennyiség, amit kikerül a vízből. Viszont ugye azt is szeretnénk, hogyha ami viszont az ártérbe került, azt minél jobban ki tudnánk tisztítani, tehát így meg reménykedünk abba, hogy egy jó nagy adagnyi hulladékot ki tudunk szedni az ártérből, és úgymond az ártérettől fellélegezhet. A fel nem használt hulladékokat szakszerűen összegyűjtik, újra felhasználásra alkalmassá teszik. Egy jó 10 éves tapasztalatra építve a PET-kupák során gyűjtött hulladékokat 13 felé válogatjuk, így a nap végén az a 7-10 tonna, ami most itt is össze fog gyűlni, az feldolgozásra, átválogatásra kerül, és több mint 60%-a az a körforgásban maradhat, partnereinknek köszönhetően anyagáramonként, ami hasznosítható, az elkerül a feldolgozóhoz. A hátam mögött látható kajak, az pedig 100% tiszai műanyagból készült, amit mi szedtünk és mi válogattunk. Tehát számos olyan zászlós hajunk van, ami jól mutatja, hogy a hulladéknak hol lenne az igazi helye, és a folyókat megőrizzük meg tisztán. Műanyag műhelyünkben, ami járja az országot, sőt azt mondhatom, hogy a Kárpátokat, kis tollakat, vonalzókat, karabinereket, számos olyan kis világcserepeket készíthetnek az odalátogatók, gyerekek, pedagógusok és felnőttek, amiket aztán később használni is tudnak. Tehát nincs nagyon ilyen bemutató eszköz, hogy egy konténerbe odamenve a ledarált műanyagokat azonnal termékké lehet önteni, de így be tudjuk nekik mutatni a teljes életciklust. A PET-kupa hulladékkezeléssel kapcsolatos jó gyakorlatát 6 ország másolja. Az ENSZ környezetvédelmi közgyűlése pedig 2023-ban díjra jelölte a PET-kupát. Nagyobb árhullámok több hulladékot hoznak, hiszen a határainkon túli folyó meder közelében lévő lerakatokról egy nagyobb áradás több hulladékot rabol el, kisebb áradásoknál kevesebb érkezik. Nagy szerencse és egy különleges műszaki adottsága a kiskörei vízlépcsőnek, hogy kisebb és közepes árhullámoknál meg tudjuk állítani az érkező uszadék és hulladék mezőt. Lényegében itt összetorlódik, és ez már nem jut a kiskör alatti több mint 400 kilométeres folyószakaszra egészen a Dunáig. Természetesen nagyobb áradásokkor erre nincs mód, hiszen nagy árvíznél, a kiskörei vízlépcsőn is az áradással együtt átjut a hulladék. Viszont az utóbbi években, mondhatni már több mint 10 éve, kisebb és közepes árhullámok érkeznek, így gyakorlatilag folyamatos nálunk a hulladéknek a megállítása, illetve a partra történő kirakása, ott szelektálása anyagfajtánként, ennek nagy részét vissza is adjuk a gazdaságba újrahasznosításra. A szemét között naponta találtak kerti bútorokat, hűtődarabokat, tévékészülékeket, autókarosszéria darabokat, különböző szigetelő anyagokat és veszélyes hulladékokat, festéket, olajos hordókat.